Sziasztok, én Ekte vagyok, és egy olyan aprócska szünet után folytatódik az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag végigjátszása. Elnézést a előbb említett aprócska szünetért, de itt vagyok, folytatom. És hát hol is tartottunk? Igen, lehet, hogy nem árt az előző részéig nézni az elsőt a Gocsi Gaming csatornán itt, hogy képbe legyen az, aki esetleg azóta elfelejtette volna, de érdemes, mert a játék szuper, és most folytatjuk. Tehát itt tartottunk, hogy itt vagyunk Velencében, a könyvtárban, ahogy ugye a filmben is itt utakodott Indi és Elsa. Elsa most itt hagyott minket, elment valamit elintézni, gondolom, hogy itt maradhassunk, hiszen záróra után vagyunk. És lássuk, hogy mit tudunk csinálni. Ugye itt könyvtárról van szó, tehát könyveket kell szereznünk, mindjárt hármat is. Lássuk, hogy ezeket hol találjuk. Menjünk itt a lenti baloldali sorra, és itt látunk ilyen zöld könyveket, itt sorba. Van egy kis szünet lehet, hogy ez az. Ugye, ha megnézzük a könyveket, akkor itt azt mondja, hogy könyvek, tehát ilyen általánosságban. Egy csomó hogy csinált könyv. Azokat itt külön nem lehet megnézni, de egy konkrét könyvre kattintva látjátok, most sikerült is pont eltalálnom, már csak egyes számban írja. Na, ez érdekesnek tűnik. Ha ezt mondja, hogy na, ez érdekesnek tűnik, akkor azt föl is lehet venni, mert hogy az a könyv kell. A címe, hogyan repüljünk kétfedelű repülőgéppel. Igen, ez az egyik a háromból, amire nagy szükségünk lesz, úgyhogy ezt mindenképpen vegyük fel, hiányzik is. Igen, ja nem, ha itt volt egy luk, jó, hát körülbelül itt. Itt van akkor, menjünk tovább balra. Apu római számokat keresett mindenhol. Aha. Hát itt vannak, de nem csak ez az egy terep van. Menjünk tovább. Na, hát szerintem maradjunk itt az alsó sorban. Aha, jó helyen vagyunk. Itt látjátok, hogy van itt egy nagy luk, meg egy barna könyv itt eldőlve, ez nagyon hivogató, nézzük meg. No, ez érdekesnek tűnik, tehát kelleni fog. Ez az a könyv, amit Hitler írt, Mein Kampf. Igen, ez az aranyos kis könyvecske, amire szintén szükségünk van, a Mein Kampf. Itt megtalálható ebben a könyvtárban. Menjünk tovább. Hát menjünk egészen addig, amíg mondjuk van egy harmadik könyv is, az már nem teljesen emlékszem, hogy hol van, csak hogy itt a jobb oldalon, lehet, hogy a harmadik sorban. Mindegy, menjünk tovább, aztán majd maximum visszajövünk. Addig a szobáig, vagy ilyen köztes teremig, amíg nem lesz látható, még mindig nem, kicsit más, mint amiket itt látunk. Ugye meglátjátok, mire gondolok, de lehet, hogy nem a... De, itt vagyunk, ez az, van egy kordon. Eddig a szobáig jöjjünk el. Azt most itt nem tudom, hogy mindig máshol van, vagy ugyanott. Ezt a kordon, magát a piros kötelet vegyük fel. Felvesz zsinórkorlát. És a középső... na, felvesz. A középső fémoszlopot is. Úgy. Na, akkor most keressük meg azt a harmadik könyvet. És lehet, hogy az volt a jó, aminél először mondtam. Ja, visszakerültünk ide, aha. Na jó, azért megnézem itt is. Könyvek. A Frigyláda története és más furcsa népmesék. Helyes! Aha. Jó. Úgy látom, hogy ez nem itt lesz. Hát egyszerűbb, ha másik irányba megyünk.
Igen, az jobb oldalon van. Csak abban nem vagyok biztos, hogy ugye itt volt a Mein Kampf, hogy az alsó sorban, de majd maximum akkor átmegyünk a felsőbe. De azért ezeket én megnézem, azt mondja. Az ősi Itália térképei, jól érezni magam ebbe a részlegbe. Könyvek, ez is az. Hoppá! Könyv! Na, ez érdekesnek tűnik. Igen, jól emlékeztem, hogy ez a sorozat itt, amire szükségünk van, ezek is térképek, és itt a legszélsőre nyomtam. Úgyhogy akkor vegyük fel. A címe a római katakombák titkai. Szuper! Meg is vagyunk. És nézzük meg most a Grál naplónkat. Na, itt nem lát semmi érdekeset, de akkor jöjjünk ki mondjuk egy ilyen ablakhoz, meg is nézhetjük. Megnéz. Nagyon ismerősnek tűnik. Talán most már engedi megnézni a Grál naplót. Így van. Ugye akkor mutat valamit a Grál napló, hogyha abban a játékban, a játéknak olyan részén vagyunk, ahol szükség van rá, és ugye azt a részt is mutatja. Itt jelen esetben az ablakot kell felvésni, illetve hát megjegyezni, hogy hogy néz ki. Láthatjuk, hogy van itt egy kehely, ugye gondoljuk a Grál, nem véletlenül, itt két ilyen glóriás angyal, így nagyjából ezek a motivumok, talán még a pajzs számít, nem tudom, de ezek biztosan. Figyeld meg, milyen gondosan rajzolták meg a pajzsot, a felette lévő területeket és az angyalokat. Igen, jól gondoltam. Előbb olvasni kéne, nem dumálni. A rejtélyes üzenetnek alatta, mintha valami köze lenne a római számokhoz és a kőoszlopokhoz, írja idősebb Jones prof. Ha be akarsz lépni, kövesd az elsőt a jobb oldalon. Egyelőre ennyi a segítségünk. No, szóval megjegyeztük ezt az ablakot, akkor keressük meg ezt az ablakot. Itt láthatjuk, hogy itt nem jól vannak az angyalok, és nem is egy kehely van, hogy menjünk tovább. Addig menjünk a termek között, amíg azt az ablakot meg nem találjuk. Hát, itt három serleg van, akkor ez se lesz. Jó, hogy nem is emlékszem, mert az angyalok az rendben van. Lássuk csak még egyszer. Aha, de itt van két kis angyal. Akkor szerintem meg is vagyunk. Kehely, két kis kehely, két angyal, mind a kettő balra néz. Szerintem akkor oké. Okay. Nézzük meg akkor, ugye itt az volt a szöveg, hogy nézzük meg az elsőt a jobb oldalon. Ugye? Kövesd az elsőt a jobb oldalon. Nézzük meg ezt a jobb oldali vésetet. Egy ősi véset van itt, 7, 6, 4 római számokkal. Tehát a jobb oldalon, ez az, és az elsőt. Ugye azt hiszem, elsőt a jobb oldalon, és itt a jobb oldali vésetben az első római szám. A 7-es. Ami ez, az ablak reméljük stimmel, mindjárt megnézzük, akkor használjuk ahogy a filmben, a fémoszlopot, és törjük. Próbáljuk meg kitörni alatta a követ. Na. Mi volt ez a zaj? Magalott, ne mozduljon! Hát nem mozdultunk. Jó helyen vagyunk, ugyanis, hogyha rossz követ törünk ki, akkor ilyen, akkor is lemászik, meg le tud általában jönni, vagy lehet mindig. De hogy valami ilyen semmi küres kamrába, nem tudunk sehova sem menni, de most vagyunk a jó helyen. Úgyhogy itt vagyunk a katakombákban. Lássuk itt, mit tudunk csinálni. Itt van egy... Megnézzük, hogy a katakombás könyvet, amit most szereztünk a könyvtárból, térképek könyve. Igen.
No, itt láthatunk két térképet. Mélyen a város alatt futnak az utak a sírhoz. Hát egy labirintus-szerűnek tűnik, de azért, ha jobban megnézitek, azért annyira nem az. Tehát, hogy eléggé egy irányba megy, csak vannak ilyen kis leágazások, hasonló itt is. De ez segítséget nyújthat nektek a katakombák bejárásához. Ha esetleg eltévednétek mégis, meglátjuk, nekem most szükségem lesz rá. Teljesen mindegy, hogy melyiken megyünk ki. Itt három kijárat is van. Na, meg is nézem, hogy akkor... hogy látjuk-e, hogy hol vagyunk, ahol három kijárat van. Hát valószínűleg itt. Igen, mert itt van három kijárat, látjátok. Úgyhogy valószínűleg itt vagyunk. És akkor ez lehet, hogy egy szint, ez meg még egy szint. De akkor valószínűleg itt lehetünk. Jó, hát akkor barangoljunk. Mondom, teljesen mindegy, hol megyünk ki. És akkor látjátok, itt ilyen sötétség van. Igen, bal felső sarok, jól emlékeztem. Járjuk be a terepeket. Nézzük meg itt az alsó traktust, és akkor menjünk... itt például egy zsákutca van, és akkor menjünk nyugati irányba. Tudunk lemenni legközelebb. Érdemes bemenni a szobákba, vagy ilyen termekbe, amik vannak. Aha, itt vagyunk rögtön egy ilyen barlangban. Itt látjuk csontvázakat. Ezeket nem tudunk megnézni, mi az. Semmi, mindegy. Valószínűleg, hogy kalóz, mert hát ilyen horog, hogy kampó keze van. Azt vegyük fel. Meg is van. Mehetünk tovább. Következő kijáraton ki. Ja, ugye jobbról, vagy balra jöttünk, menjünk akkor jobbra, mondjuk. Nézzünk be a termekbe. Itt látunk egy fáklyát. Megpróbáljuk megmozdítani. Kemény, száraz sár tartja a helyén. Tehát nem tudjuk megmozdítani, akkor egyelőre hagyjuk itt. Mehetünk tovább. Van még egy terem. Itt látunk egy kőlapot. Szintén egyelőre nem tudunk vele mit csinálni, mehetünk tovább. Már én sem tudom, de szerintem mindig a következő szobába menjünk. Ezt is fontos megnézni, itt látjátok, hogy van egy vízzel teli barlangterem. Ezt is megjegyeztük. Hát tegnap, mert mentek, nagyjából ugyanoda lyukadtok ki, tehát hogy most arról jövök, akkor ugyanez. Na, és akkor itt vagyunk egy kijáratnál, ugye itt látjátok, hogy a csatorna fedő ott van. Hát akkor menjünk is ki. Kinyit fedél. Imázhatunk. Itt vagyunk a kezdeti terepen, ugye ide érkeztünk meg Velencébe, az étterembe. Természetesen nem végeztünk a katakombákkal, hiszen meg kell találnunk a lovak sírját. Menjünk ide a széléhez, az első asztalhoz. Itt egy bájgónál, aki éppen itt próbálja csapni a szelet egy hölgyeménynek. Van mellette egy boros üveg, nekünk erre van szükségünk. Ha fel akarjuk venni, nem bánná, ha elvenném ezt? Dehogy nem bánná, még nem végeztünk azzal a finom borral. Mondja a fickó. Nézzük meg akkor, hogy milyen bor is ez. 1924, nagyon rossz évjárat. Tudtam! Aha. Most, hogy már tudja, hogy rossz évjárat, vajon engedélye, hogy felvegyük? Nem bánná, ha elvenném ezt? Természetesen nem, rettenetes bor volt. Jaj, hirtelen már rossz. Oké, mindegy. Az a lényeg, hogy megvan.
De nagyjából már ki is itta szerintem, mert hogy nekünk meg kell töltenünk vízzel. Itt van a szökőkútban víz. Töltsük meg az üvegünket. Azt mondja, hogy használ. Boros üveg. Szökőkúttal. Az üveg most már tele van vízzel. Jól van, erre volt szükségünk. Jöjjünk vissza ide a katakombákba. Na, ez nem volt a filmben, hogy így visszajön. Rendben. Most menjünk vissza abba a terembe, ahol volt az a fákja, amit nem tudtunk megmozdítani. Ugye, ami rászáradt a sár. Ugye erre jöttünk alulról. Hát, mindegy, nagyjából mondták, hogy oda fogunk kikötni. Igen, a kőlapos terem. Itt is vagyunk. És akkor öntsük le ezzel a vízzel. Hát, ha eltűnik, vagy felolvad az a szárad, rászáradt sár, azt mondja, hogy fákja. Az meglazította a sarat. Hát, az meg. És most már meg tudjuk húzni. Lássuk, mi történik. Jaj! Platty! Természetesen ez kellett, ugyanis most hoppá, boros üveg eltört, jelezvén, hogy nincs rá többé szükségünk. Viszont ugye ez így kerültünk le az alsó szintre, amire szintén szükségünk van. Hát itt is menjünk akkor jobbra. Na. Lássuk, milyen helyekre jutunk. Itt van egy létra. Ez az első terem, amiben sikerült bejutnunk. Itt menjünk fel rajta. Szerintem. Nézzük, hova visz. Ja, ez a kőlap. Aha. Na jó, mindegy, akkor ezt most elrontottam. Ne menjünk még fel a létrán. Ne visszamenni nem lehet ott. Maradunk ennél a lemenetelnél. Jó. Akkor... Hát mindegy. Tudom meg erre. Ja, ugyanaz. Azért mondom, hogy... Csak ilyen ugyanoda vívő terep van. Menjünk akkor most a másikba. Aha, itt van egy fadugó, itt mutatja is, ahonnan csöpög a víz, túl magasan van, nem érem el. Jó, nem baj, menjünk tovább. Na, itt látunk egy kis termet koponyákkal, itt pedig van valami véset, nézzük meg. Ezek véseteknek tűnnek. Várj egy percet. Ez ismerősnek tűnik. Igen, ez a Grált írja le. Az apám naplójának igaza van. Vagy a perzsa kézirat, amit Al-Jafu küldött apunak, vagy az a levél Staubikból, Merlin könyvéről, a helyes leírása a Grálnak. No, ezeket írjuk le, jegyezzük meg, fényképezzük le, teljesen mindegy, bármennyiszer el lehet olvasni, tehát volt ez az Al-Jafu, vagy mi, meg Staubik Merlin könyve, én ezeket most feljegyeztem, ezek a játéknak egy későbbi pontján lesz lényeges, hogy a Grált írja le, hogy nézett ki, vagy milyen volt a Grál. Ismerjük a sztorit, nagyjából sejtik, hogy mire lesz valószínűleg jó. Menjünk akkor vissza, és akkor itt a dugóba
Szúrjuk bele a horgunkat, vagy kampónkat. Azt már horog. Úgyni. És az ostorunkkal itt is van. Csapjunk rá. Úgyni. Kiöntöttük a vizet. Lehet már valaki sejti, hogy ez mire volt. Jó. Bizony, bizony. Akkor most menjünk föl a létrán. És akkor menjünk el abba a következő terembe, ahol a víz volt. Ugyanis itt a dugó, ugye leeresztettük a vizet, így most már itt is bandukolhatunk. Indi így lecsúszik szépen, mehetünk tovább. Átjutottunk itt egy terepen. Most menjünk olyan észak-nyugat felé. Ja, miért megyek keletre? Jó, tehát észak-nyugat. Ja, rögtön itt volt mellette a szoba. Jó, rendben. Itt van valami gépezet. Láthatjuk, hogy két kerék nincs összekötve, de hát ugye van nekünk egy kordon vörös zsinórunk. Úgyhogy használjuk a géppel. Látja, ezeket össze is kötötte, és most megforgathatjuk a kereket. Hát minden, nyom, húz. Nagyjából mindegy. Beindult a gépezet. Szuper. Jó, menjünk akkor tovább. Meglátjuk később, mire volt ez. Jó, természetesen. Sok hova visz. Nem ide. Igen, ez a terem kell. De két oldalról meg lehet egyébként közelíteni. Nekem most innen sikerült. Itt látunk három szobrot. Nézzük meg akkor most a grálnaplót, ha engedi. Ez a nyengedi. Ez az alakzat a helyes címkét viseli. Ennek a címkéje biztos halál, milyen érdekes, írja. És hát igen, ugye itt át kell, ugye megfelelő kombinációt kell beállítani a három szobornál. És hát az nem jó, hogyha ezek jönnek ki. Meglátjátok, hogyha bizonyos, ha megnyomsz egy másikat, mondjuk egy megnyomsz egyet, van, hogy a másik is változik, szóval ennek a kombinációnak nem szabad kijönnie. Ennek viszont igen, itt van egy ilyen glóriás, keresztet tartó figura, egy kard, meg egy ilyen kecske ember. Próbáljuk meg akkor úgy csinálni, hogy a középsővel kezdjük, váljuk be a kardot, elég is van. Most a jobb oldalival folytassuk. Aha, látjátok? Változik a másik is. Keressük meg azt a kecske szobrot. Meg is van. És akkor itt megkeressük meg a bal oldalinál a glóriás figurát. Meg is van, viszont látjátok, hogy a középső megváltozott. Úgyhogy most újra a középsőt nyomjuk, addig, amíg kard nem lesz. Voilà! Ennyi volt ez a puzzle. Úgyhogy mehetünk is, lenjük le a lépcsőn.
Jaj, lejutottunk a... hát ugyanerre a szintre, csak ugye egy olyan helyre, ahova eddig nem tudtunk menni. Menjünk akkor itt. Az... egyetlen útra, hova lehet. Itt már több út is van, de... nézzük meg ott, mi volt lent. Nem, inkább maradjunk a nyugati irányban. De nem erre. Akkor itt lejjebb is lehetett menni. Aha, jó helyen vagyunk. És itt van egy ilyen fahíd, meg egy láncot láttok itt. Ez nem lenne leeresztve, hogyha ott fönt, ugye a kordonunkkal vagy zsinórral megjavított gépet nem indítottuk volna be, úgyhogy az erre volt jó. Viszont így most már átmehetünk. Így, né, menjünk akkor tovább. Nyugati irányban ezeket a le... ha emlékeztek a térképre, akkor ezek ilyen semmibe vezetnek, úgyhogy ezeket ignorálhatjuk. És itt vagyunk egy ilyen, hát szerintem nevezzük köztes teremnek. Igazából átmehetünk. Nézzük, merre lehet menni. Inkább így kelet felé menjünk. Ez sima labirintusozás. Talán erről már nincs is térkép. De nem bonyolult felfedezni. Mert nem innen jöttünk. Dehogy nem. Jó, akkor arra mentünk erre. De hát ez nem vezetett sehova. Na, ez az, meg vagyunk itt, eljöttünk egy ilyen terembe. Koponyákkal teli terembe. Nézzük meg újra a naplónkat, van-e valami segítség hozzá? Van bizony. Perosonos sepulcrum aperies bingeni Hildegard apátnő kéziratából a részlet. Egy homályos zenei megjelenítést használ, és nem értem, miért csak 6 hangjegy van benne. Ugye itt látjátok, van 6 hangjegy, illetve 5, bocsánat, nem is írja miért. Miért csak 6 hangjegy van benne, amikor itt akárhogy nézem, ez 1, 2, 3, 4, 5. Nem baj, azt kell megnézni, megjegyezni, hogy ezek a hangjegyek hanyadik csíkon vannak. Tehát itt ilyen 1, 2, 3, 4, 5 van, ha fölülről nézzük. Tehát az 1, 2, 4... ugye? 1, 2, 3, 4, 5. Aha. 1, 2, 4, 5, 4. 1, 2, 4, 5, 4. Ezt kell megjegyeznünk. És itt vannak ez a 6 koponya. Üssünk rájuk ebben a sorrendben. Tehát először 1, 2, 4, 5, 4 volt, úgyhogy először az 1-esre, vagy hát nyomjuk meg. 1, 2, 4, 5 és 4. Kinyílt. Szuper, mehetünk. Na, természetesen megszokott.
A megszokott labirintus. Itt nagyjából, itt tényleg csak annyi, hogy menjünk amerre lehet. Tehát amerre nem zsákutca van. Mint ez. Egy kis mászkálás. A ellenségektől itt ugye nem kell tartani. Szóval ne féljünk a sötéttől, így mondom ezt így, ez már jó ideje a barangolás után, mindegy. Hát érdemes mindig az elsőkbe bemenni, aztán mész tovább, aztán ha egyik sem ér... Egyik sem visz jó helyre, akkor vissza az az elágazáshoz, ami... Aha, jó, menjünk most erre. Eddig tartott. Na. Igen, jól gondoltam. Vagy hát ő jól gondoltam, mert megfordult, pedig még el sem ment a végig. Itt is van még egy elágazás. Ez az. Jó, jó. Na, majd megy lefelé. Na, ide találtam. Viszonylag gyorsan azért volt fel elágazás, ahol hova nem fordultam be. No, itt vagyunk a fő teremben, itt látjátok a lovak sírját. Hát itt a játékban nem volt Elsa, és nem voltak patkányok. Se baj, azért így is érdekes volt ide jutni. Nyissuk is ki. Wow! Nézzünk bele! Tadá! A pajzs a második jelző, amiről Donovan beszélt. Lássuk! Alexandretta ősi városát említi. Ma Iskenderon városa épült a romjain. Annak közelében fogjuk megtalálni a grált. Így van, Alexandretta, azaz Iskenderun. Megvan, tudjuk ezt az információt, erre volt szükségünk. Lássuk, mi van itt. Egyébként a barangolás ugye a labirintusban lehet, hogy valaki ide jutott, mert lehet. Tehát, hogy itt megláthatta rögtön ezt a termet, csak ugye a rács miatt nem tudott bejönni. Itt van alatt egy régi rozsdás lakat, de ez csak kinyit, ez csak innen lehetett. Kinyitni belülről nem, vagy na, kívülről lehetett, csak belülről, nem kell hozzá kulcs se. Ugye van nálunk még korábban egy kis kulcs, de nem elég, ha csak simán így kézzel kinyitjuk, hiszen régi rozsdás, de gondolom kívülről nem érjük el, úgyhogy kimehetünk. És akkor föl a felszínre, ugye itt jöttünk. Ja persze, innen lehet bemenni, tehát meg tudtuk nézni, igen. Csak itt nem mentem be. Dr. Jones! Már mindenütt kerestem magát. Indi! Markus! Megtudtam, hol van az apád. Fogságban tartják a Brunwald kastélyban, az osztrák-német határon. Óriási! És én rájöttem, hol van a grál. Iskenderunban. Hát persze, Iskenderun! Markus, miért vagy csuromvíz? Ne is kérdezd. Vissza a poén az elejéről, ugye? Oké, megmentem aput. Találkozunk Iskenderunban. Persze. Nem gond. Most lelépek. Hol van Iskenderun? Ha, ha, ha. De vohókás ez a Markus. Ott van Budapest, Magyarország, de mi az osztrák-német határa érkezünk. Megyek, körülnézek. Rendben van, az autóban maradok, mondja Ilza. Ilza? Elza. Na, itt vagyunk a Brunwaldi kastélyban, hogy megmentsük édesapánkat. Itt nagyon jó, az eredeti zene is visszaköszön. No, ez egy hosszabb része a játéknak, és elég nehéz is.
Úgyhogy ezt a következő epizódban szeretném majd végigjátszani, de tartsatok velem, itt már lesznek ellenségek, ugye bemegyünk a, láthatjátok, nácik fészkébe, barlangjába, úgyhogy itt már ellenségektől is kell tartani, izgalmas lesz ez a része a játéknak. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet a második részre, ígérem, nem várok újabb fél évet arra, hogy kijöjjek egy epizóddal, aztán persze ígérgetni mindig lehet, nem, jövök nem sokára. Sziasztok!